akkor sipogni egyszerűség. Laboramport org egyébként, a Coleman nagyon drága volt, nem vettük meg. Előre elnézést, én az ötlet alapítója, az üzleti alapítója vagyok ennek a vállalkozásnak, és ráadásul a másik is egy orvos, úgyhogy mi úgy alapítottunk egy startupot, hogy itt az alapítók nem csinálnak semmi hasznosat benne. De a végén készült egy kis aktualitásra, mert itt van a release van, úgyhogy nagy az izgalom, és arról tudok beszélni, hogy 12 nyelven mindenféle bonyolult dolgokat, amiket most beleerőltetünk az abba, azt mekkora szopást tesztelni, mert ezt nyilván azt már mi csináljuk. Úgyhogy akkor mi ez a laborom? A laborom miért van? Ezt fogom elmondani, mire jó és mire lehetne jó. Aztán a végén egy kis aktualitás. Szóval a probléma az, hogy ha csak az Európai Uniót nézzük, akkor 50 millió ember él már diabétesszel. Ugye ezt egy kicsit kibővítjük arra a régióra, amire például mi lőnünk, az arab régióra, és kibővítjük teljesen krónikus betegségekre, akkor jelenleg 250 millió ember él konkrétan krónikus betegséggel, és az ő nagy problémájuk az az, hogy nem kapnak megfelelő információt a terápiájukról, betegségükről, nem értik azt, hogy mit mond neki az orvos, ugye alapból ez a helyzet áll fönn, hogy ő mond valamit, az ilyen latin szövegnek érezzük, aztán elmegyünk a Google-höz, és megtaláljuk, hogy rák. Tehát így tök mindegy, hogy mi volt a diagnózis, vagy hogy éppen hogy érezzük magunkat, mert ebből nem ért az emberek nagy része semmit, az biztos. Visszacsatolva arra, hogy ilyen sok ember az mit számít, mert ugye minden beteg csak egyedül van, az neki tök mindegy, hogy sok van. Az a baj, hogy most már olyan sok van, hogy a modern egészségügyben orvos még már nincsen több, hogy nem jut ránk annyi idő. Az öregedő társadalomban most jelen pillanatban a jelen orvostudományon annyit tudunk elérni, hogy sokkal hosszabb ideig élnek betegen az emberek. Egyre több ember, egyre hosszabb ideig él, egyre. Hát nem kevésbé betegen, mert a terápia menedzsment az nem rossz, de egyre több orvos az legalábbis rövid távon, egészségügyi rövid távon van szó, tehát ilyen 10-15 éven belül nincsen több orvos ezekbe az országokba, úgyhogy itt az egyetlen lehetőség az ezeknek a betegeknek, hogy ők kiképzik magukat, és a szakma, a szakterület pedig ad nekik megfelelő információt, releváns és hiteles információt, és az áldozat egésze, ami már nem csak a szakma, ad neki eszközöket, amivel meg tudja érteni, és jobban tudja tartani a terápiáját, és összességében levesz terhet az egészségügy válláról. És jelenleg összeért ez a két igény, mert most összeért az igény és összeért a lehetőség, mert a technológia segítségével most már otthon tudunk pontosabban mérni, tudunk terápiát menedzselni, tudunk információt gyűjteni, és nem sokára eljutunk odáig is, hogy a diagnózis felállításában is segít a technológia az orvosoknak. Szóval mi úgy döntöttünk, hogy segítünk ezeknek az embereknek, orvosoknak is és a betegeknek is ebben a dologban. Nem megpróbáljuk, hanem csináljuk, és így abba hagytunk mindent, és elkezdtünk keresni olyan embert, aki tud fejleszteni, és megcsinál nekünk egy applikációt. Ezt elneveztük laboromnak, és jelenleg ott tartjuk, hogy 60 ezer beteg választotta már. Még az angol verzióval már elértük majdnem az összes országot, hogy legalább valaki kipróbálja. A legnagyobb letöltésű helyekre lokalizáltuk. Pont ma, ebben a mai release-be került be az indonéz, az elmúlt időszakban valamilyen sok ezer indonéz letöltés jött, valahol fölkerült valami hely, nem csináltunk érte semmit. A többi nyelv az pedig az előző letöltések, illetve ez az észak-európai célpiacot fedné le. A laborom maga az egy egészségügyi leletrendező és betegtámogató alkalmazás. Hogyha a felhasználó belép, akkor ő fel tudja tölteni az otthoni méréseit, például egy cukorbetegséggel érő, feltölti a cukor, a diabétesz naplóját, azt, amit az orvos előír neki. Inzulin, cukor, hogyha kell, akkor vérnyomás, hogyha kell, akkor szénhidrát. Hogyha egy kardió beteg, akkor vérnyomás, pulzus,
nézi a súlyának az alakulását, BMI laborokat tudunk benne fölvinni, és tulajdonképpen ez egy ilyen self-management eszköz. Az adatokat olyan formában vizualizáljuk, és talán ez az, ami minket meg tud különböztetni másoktól, ami egyrészt érthető a betegnek, másrészt pedig elfogadja az orvos is. Mert az összességében így működik jól. Tényleg, ahogy a leírásban volt, nem tényleg, éppen nem dolgozik több orvos, mint fejlesztő, de most épp ugyanannyi. Ez nagyon fontos, mert a betegektől megkapjuk azt, hogy mit szeretnének regisztrálni, milyen funkciókat szeretnének, azt nekünk muszáj megmutatni egy orvosnak, hogy ebből mi az, amit ő el fog fogadni, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor maximum egy-két hónapig fogja használni az userünk, de elmegy az orvoshoz, és azt mondja, hogy mi ez a hülyeség, de mindenkinek nincsen szüksége, akkor az egésznek ott vége. Nagyon fontos, hogy az a vizualizáció, illetve az a report, amit az applikációban tudnak küldeni a felhasználói, az elfogadható legyen szakmailag. Amit mi csinálunk, például az úgynevezett trendek részben, az, hogy egy-egy mérési pontra, egy-egy érdekes mérési pontnál, minden mérési pont benne van, de nyilván az orvos-beteg találkozón az érdekes mérési ponttal fognak foglalkozni, lehetőség van megnézni az összes arra a pontra releváns felvitt értéket egy helyen. Ez azért nagyon fontos, mert ilyen a jelenleg általunk ismert egészségi informatikai rendszerekben nem áll rendelkezésre. Nem csak itt, hanem Amerikában sem. Tehát sok-sok ablakból és papírból kell összegyűjteni azt, hogy az egy adott mérési időpontra és mérési helyre mik voltak azok a rávezető adatok. Ez nálunk egy nagy érdekesség volt, és például itt a diabetes terápiában nagyon fontos lehet az étkezés, ott mi egy ilyen nagyon egyszerű fényképes módot választottunk, és ráillesztük a mérési pontra. A dietetikusnál így ez egy nagyon jó, gyors beállításra ad lehetőséget. A tök jó gyógyszeremlékeztető alapos órára ez a slide. A laborparaméterek 160 laborparamétert tartalmaz, amelyiket ilyen international standardok szerint nem csak magyarnak megfelelővé tettünk, hanem hogy máshogy bírják használni, de aztán kiderült, hogy körülbelül országunként 16 különböző elnevezés van, még Európában is, hogy ezt a labor részt ezt még egy kicsit jegeljük. Itt akkor látjuk a nagy áttörést, így egy-két éven belül, amikor egyes országok, például most ha csak Magyarországot nézzük, és éppen ők is azon dolgoznak, hogy egyesítsék, harmonizálják ezeket az elnevezéseket, és adjanak egy kimenetet, hogy össze lehessen kötni végre mindenféle digitális eszközökkel ezeket a laborokat, és ne ilyen béna PDF-eket kelljen nézni, vagy még rosszabb nyomtatott papírokat, amit nem ért senki. Mi itt erre készülünk, hogy ide be lesznek kötve ezek a laborok, és itt keletkezhet, ide kapható tulajdonképpen a leletedő. A nagyon-nagyon fontos következő időszakban az, hogy be tudjunk kötni minél több okos eszközt, mérőeszközt, meg adat egészségügyi adatintegrátort, hogy egy teljes képet tudjunk kapni a egészségügyi állapotról, vagy terápia állapotáról, és minél inkább automatizálni tudjuk ezt a feltöltést, mert ez lesz a nyitja a dolognak. És csak arra koncentrálni, hogy milyen megjelenítést és milyen értelmezést teszünk az adatoknak. A cél az, hogy mindenhol elérhető legyen a te személyes egészségügyi adatok. Na ez az aktualitás, most éppen ilyesmivel bővítjük az alkalmazást. Tehát ahogy bent vannak a te egészségügyi naplóid, oda beteszünk egy úgynevezett Infobox nevű egy ilyen elég robosztus admin felületről konfigurálható megoldást, amivel most azt szívjuk, hogy 12 nyelvre teljesen különböző megoldásokat, vagy tartalmakat jelenítünk meg, és azt tesztelni, hát az durva is, iOS-re és Androidra is külön-külön. Úgyhogy ez irgalmatlanul sok nyomkodást jelentett most az elmúlt két napban, hogy felfedezzem azt, hogy amikor átkapcsolok Portugálra,
akkor a portugálnak megfelelő RSS feed adja a diabéteses betegnek a diabéteses tartalmat, és hogyha arra rányomod, akkor ez megjelenik a belső böngészőbe, de amikor visszamegy, akkor ne ugyanazt lássa, vagy hogyha már a következőt lássa, akkor ne az előzőnek a képét lássa. Tehát ez így nagyon sok riszkit kellett így a tegnap este, hogy ezt így elbírjam viselni. Most úgy néz ki, hogy itt nagyjából megy. Most még ezután kapok ki egy-egy verziót, aztán megnézzük, hogy működik-e, és akkor mehet a release. Azt hiszem, hogy az időkeretet ki is töltöttem, és ez is az utolsó diám. Úgyhogy én köszönöm, hogy jöttem, és elmondhattam, hogy mi ez a laborom, és bármire szívesen válaszolok. Nem tudom, miért tapsoltam, de a kérdéseknek. Köszönöm. Sorba. Én nekem az a kérdésem, hogy ez elég komoly traction ez a 60 ezer user, hogy ezt egyrészt hogy értétek el, másrészt meg hogy ebből hogy nem futja a komos doménre. És hogy mi a fizetés, tehát hogy mi az üzleti, az üzleti modell az egész között, fizetés, fizetős alkalmatás, havidíjas, egyszer letöltős. Itt volt vagy három kérdés. Igen. Az első az volt, hogy 60 ezer. 51-nél megcsináltam meg a SEO-ját a Play Store-ba, és mi úgy lokalizálni tudtuk, hogy a vérnyomás, vércukor, naplózás, ez egy nagyon fontos téma. Kicsit a szakmában utána lettünk, hogy ezeket hogy hívják, és gyakorlatilag onnan jött tehát az Android letöltésnek a 89%, és ebből az 51 nyelvi SEO-ból jött. A magyar traction-ünk, mert a második legtöbb az magyar letöltés, az meg attól, hogy mindenféle szakmai területen találhattuk, hogy mi ezt csináljuk, és mi így a társammal eléggé ismertek voltunk, mindenféle egészségügy témában, ezerféle fórumon megszólaltunk, és akkor ezeket most újra felhasználtuk, és mindenhol toltuk, hogy töltsétek le a laboromot. Ilyen nagyon, nagyon nagy megoldás még nincs. Tehát nem, erre ezt tudom mondani, ez tényleg szinte SEO-ból jött kizárólag. Most indul egy-egy ilyen együttműködésünk médiumokkal, bloggerekkel, egy-egy nagyobb céggel, hogy segítsenek a disztribúcióban. Egyébként most szeptember 15-én jött ki ez az új verzió, és egy évig volt egy ilyen nem MVP, tehát egy ilyen bemutató, de hát ez nem volt életképes, egy első verzió angolul-magyarul, és akkor most jött ki 11 nyelven. Egyébként szeptember óta 31 verzióval jöttünk ki. Nekem az a kérdés, hogy kibaszott szenzitív adatok, hogy mi? Igen, közül előttem, hogy nem válaszoltam még három kérdésre, de összefűzöm a szenzitív adat és az üzleti modell kérdését. És akkor így szerintem gyorsan le is vártam ezt a témát. Nem. Szóval igen, tehát ez egy ingyenes alkalmazás, és ingyenesen is szeretnénk tartani. Befektetői tőkéből indultunk el, és jutottunk el kb. Ideig, nem sokára elfogy a pénzünk. És amit mi felismertünk, hogy értékes lehet, az nem az, hogy én eladom, hogy te diabéteses vagy, hanem az, hogy a szakmának nagyon-nagyon fontos, és itt főleg az egészségügyi szakmában a gyógyszerfejlesztés, biztosítás és gyógyszerpiackutatás, egészségpiackutatás, market research, data analytics, az amiről beszélek, annak nagyon-nagyon érdeke az, hogy olyan felületen tudjon információt átadni, pont a leges-legelső probléma miatt. Ez ugyanaz a probléma érvényes a userünkre és érvényes az ügyfelünkre is, ugyan a lehető ügyfelünkre is. Az, hogy neki nagyon-nagyon nagy érdeke, hogy informálja és edukálja a betegeit, és ezért mi pénzért beengedünk olyan anyagokat az applikációba, amelyik a betegségről hiteles forrásból tájékoztat. És ezek rendelten jelennek meg. Tehát itt most nagyon egyszerűen megfogalmazva, a diabéteses felhasználói olyan diabéteszről szóló részletes és
és komoly edukációs anyagokat fognak kapni, amelyiknek az egyik gyógyszercég a brand szponzora. Itt nincsen, nem jelenik meg gyógyszer, nem is jelenhet meg, nem jelenik meg közvetlen reklám, hanem információ jelenik meg. És neki az azért nagyon-nagyon nagy érték, mert az óriási problémája a gyógyszeriparnak az pont ez, az adherencia és compliance, magyarul a terápia tartás. És most arra kezdett rájönni ez az iparág, hogy ez az alulinformáltság, illetve pont ez a probléma a nagyon rossz orvos-beteg kommunikáció miatt alakult ki. Így ők abból profitálnak, hogy megfelelően nagyon, nagyon jól targetálható betegcsoportoknak elhelyeznek oktató anyagokat, nyilván a brandjük az fontos, hogy épül, nekünk meg az a jó, hogy ez a userünknek még hasznos is, és nekünk pedig hozza a bevételt. Illetve ezt az infoboxot láthatok, hogy 12 nyelven teljesen külön tartalmak jelenhetnek meg, ezeket mindenhol szépen tudjuk a megfelelő betegcsoportoknak megfelelően eljuttatni. Ez a modell. Mi az a tételemben, hogy mindent megfelelő, ez most nekem ilyen klasszként, de én is kirakom a teljes betegségemet egy applikációba valahol tárulni. Milyen gyógyszert, hogy éreztem magam, azért az egy elég ilyen jó olyan dolog, hogy én nagyon örülnék ezt, hogy minden bárkinek. Az a jó, hogy ennek nem vannak standardek. Nekünk Európai Uniós certifikátunk van egészségügyi adat és személyes adatkezelésre. A Microsoft Azure Cloud-ot használjuk, amelyiknek hardware-esen van egy Európai Uniós certifikátja. Tehát megvan a jogi és megvan a technikai védelem, illetve nevet nem is használunk. A nevet egyáltalán nem kell a rendszerbe használni. Illetve van egy olyan adatkezelési technikánk, hogy kap egy ilyen guidot az emberke, és egyébként nyilván minden SSL kommunikál, csak azon küldi le, és azt a egyáltalán az e-mail címet, ami még leginkább beazonosítani tudja az emberkét, azt is tök máshol tároljuk, és csak belül hátul akad ez a kettő össze. Ez nekünk az indulás feltétele volt, hogy megfeleljünk. Van ilyen NAIH-os regisztrációnk, meg van az Európai Uniós certifikát, tehát minden ilyennek meg kellett az elején feleljünk, hogy egyáltalán el tudjuk ezt kezdeni, de mondom, nevet ezt nem kell megadni. Lehet, mert az jött ki a user testünkből, hogy nem érdekli őket, tehát ők szeretnék a nevüket beletenni. Úgyhogy lett benne Facebook, meg Google autentifikáció, aztán így a 40% használják el. Igen? Hogy viszonyul ez a termék az Apple Health csomagjához? Mert nekem például ugyanilyen gyakorlatilag az Apple bejelentésen ugyanezekkel a kifejezésekkel, előnyökkel adott termék. Itt van a telefon, és a tegnap se értek, amikor letartottam a lapalandot a forgot, hogy így, tehát ez ugyanúgy diagramokat rajz, ugyanúgy a tudból, sőt, itt alá is van a kötve a device. A Health alkalmazást azt, hogy tudjuk egy interfészként használni, tehát nekünk a Health Kit, ami ugyanez Androidba a Google Fit, az egy integrációs lehetőség. Mi is tudunk beadni, tehát hogyha mondjuk nálunk vesz fel valaki olyan betegségre specializált paramétert, amit a Health nem tud, akkor ezt tudjuk átadni, és például meg tudjuk hívni az aktivitást a Rentastic-től, a Nike-től, meg ilyesmiktől. Itt az a nagy különbség, hogy a Health ez egy általánosan egy lehetőség egészségmenedzsmentre, ami egy meg specifikusan egy eszköz krónikus betegség menedzsmentre. Tehát olyan adatintegráció van, olyan funkciók vannak, olyan feltölthető paraméterek vannak, amikor az adott betegségre speciálisan relevánsak, és ennek megfelelően fogjuk bekötni az arra releváns eszközt. Például egy spirométer nem valószínű, hogy bekötésre kerül úgy általánosan a Health alkalmazásba, mert lehet, de nálunk meg egy COPD-s beteg esetében elkerülhetetlen, hogy az ott kell. És akkor azt úgy veszük el adatot, úgy tesszük, hogy ez az érdekes legyen. Orvos ugyanazon a felületen nézi meg az adatokat, mint amit a user feltölti? Egyelőre úgy van, irtózatosan az elején vagyunk, egyelőre úgy van, hogy lehet küldeni PDF-be
bármelyik naplódat, választott időintervallumra, ezt előre küldheted, de most úgy szokták egyelőre, azt mondják a usereink, meg orvosok is, akik így jönnek, hogy mondják, hogy mi rossz, meg mit csináljunk másképp, meg hogy tök jó, meg mit tudom én, hogy tableten vagy telefonon ott konkrétan a orvos-beteg találkozó megy ez a trendekbe való turkászás. Egyelőre így. De itt az arra gondoltuk, hogy lesz egy ilyen enterprise account, amelyikben bele tud csatlakoztatni betegeket, hogyha meghívja rá a beteg, és akkor velem is tudja majd látni, de ott még nem tartunk. Vagy lesz? Mostani üzleti tervetek az a jó, hogyha minél jobb a gyógyszercégeknek, tehát hogyha több gyógyszert, vagy rendesen beveszem a gyógyszereimet, az nem lehet, hogy jobb lenne, hogyha ti is akkor keresnétek pénzt, mondjuk, hogyha valaki meggyógyul, és egészségesebben kezd el dolgokat sem, tehát mondjuk elmegy mozogni, vagy normálisabban eszik, mert itt csak elvesztetek egy user, nem kerestek pénzt, nem lehet, hogy akkor mindenkinek jobb lenne? Ez egy alapvető kérdés, hogy hogyan működik a gyógyszerszakma. Itt lehet azt mondani, hogy ez az innovatív terápia, ez az ő életét jobbá teszi, és csak tovább él, meg azt is lehet mondani, hogy ez nem jó semmire. Ennek megoldására talán nem biztos, hogy kielégítő a válasz, de a következő nagy tervünk az, hogy nyitunk a kifejezetten krónikus betegek irányába is, és tényleg egy ilyen bármilyen leletrendező, vizit, figyelmeztető ott egy ilyen leletregisztert csinálunk meg, és ezt úgy tovább lehetne vinni, hogy azokat, nyilván meg érdekünk lesz azokat a betegek, vagy azokat a usereket is bent tartani, akik nem betegek, tehát olyan megoldásokat beletenni, olyan edukációs anyagokat, amik az egészség megőrzésről szólnak, és úgy általában a egészséges elmaradásról szólnak. Mi ezt a piac igényt láttuk meg először, ezt értünk, ezt tudjuk, és itt eléggé nagy az igény. Jónak tartjuk azt, hogyha valaki szenved a betegségével, akkor kap rá egy olyan megoldást, amit ő jobban van. Sör mellett megkapom. Köszönöm a érdeklődést mindenkit.